kérem szépen. Kawasaki ZX4, japán belpiac, édesanyám borogas Kawasaki, valójában már halkonzerves doboznak kéne, hogy legyen belőle, de még itt van, még tudunk vele motorozni. Mi a történet? Hát a történet az, hogy valójában a fogaskerekek még jók voltak, de kicseréltük volna, ha lenne hozzá fogaskerék, nincs hozzá. Ugye vettünk hozzá fogaskereket, és úgy van, hogy nézzétek ide, meg vissza is kell küldeni, hogy a furatok jók, meg ez a belső, de ettől nagyobb ez nem létezik. Semmilyenben. Tehát nem jó hozzá a 600-as, és semmi katalógus nincs róla. Ami rajta van, annak van egy cikkszámja, azt lehet kapni Japánban, érted? Állítólag. De nincs. Nincs raktáron. Ugyanakkor a holland CMS. A másik meg az, ugye első fékbetéteket cseréltünk, kicsit ide legugolok. Következő van benne egy high-tech minőségű akkumulátor. De itt is elkövették azt a csúnyaságot, hogy ez még elmegy, érted? Tehát azt mondom neked, én is MacGyver vagyok valójában, mint mondtam, azért lettem szerelő, mert nem volt pénzem, hogy a rigát elvigyem. Emlékszem egyszer, még Érdel laktam, 12 éves voltam, beadta magát a rigám, már olyan rigám volt, az már a második rigám volt, már berúgó karos volt, és rugdostuk, az Istennek se ment, csak úgy ment, hogy elkezdtük tolni, és valójában a postás teleptől letoltuk egész a zöld keresztig, na ott elkezdett pöfögni, aztán vagy beindult, vagy nem, ha nem, hát akkor meg toltad vissza. Na szóval az a lényege, hogy elvittem ott egy helyi szerelőhöz, és úgy hidd el, baznek, 50 forintért beállította a gyújtást. Beállította a gyújtást, apukám, úgy örültem neki, mint majom a faszának, és két napig ment a fasz a kis rigám, és két nap után megint nem indult. Aztán utána mondtam, hogy 50 forintért kétszer telitankolom a rigát, hát mondom, a kurva életben, hát mondom, ezt nekem is meg kell valahogy tanulnom, és hát igazából 16.412-szer szétszedtem, és egyszer csak rájöttem arra, hogy hát hogy is kell azt megcsinálni minden nélkül, és apukám onnantól kezdve, hogy rájöttem, hogy zsilettpengével így, amikor elengedi a kapapást, akkor kell, csavarhúzó, stb. Onnantól kezdve az összes suhancnak én állítottam bazd meg. A Simpsontól kezdve mindenhol a gyújtását. Ez nagyon szép kis mese. Na most, következő a helyzet. Itt beleraktak megint csak egy nem motoros biciklinek, hanem egy autónak a benzin szivattyúját, és akkor várj, ne szedd szét! Rátesszük a gyújtást. És miért nem megy? Ez mi? Az mi az? Ez mi? Az előbb még ment. Várj, lehet, hogy akkor, amikor indítasz. Mert azt mondta az ember, ha lábán jött, de már nem, nálunk itt nem indult be. Hihetetlen módon tud tekerni. És tolja. De hova? De hova? De hova tolja, bazd? Mert ott nem látunk semmit. De berreg. Berreg, de ez itt nem is másik. Hát vannak dolgok, cserekek, tehát azért mondom, lehet itt mindenki, mert ugye vannak itt okosok, akik ellenzik az én folyamatosan a videóimat, de még egyszer mondom, hova tolja ez? Mert akkor itt neki most bugybarékolni kéne, hogyha egyáltalán ott átmegy. Az is lehet, hogy most tolja befele bazd meg a hengerbe, nem? Azt mondta a csávó, hogy 16 literes a tankja, és 100 kilométer tud vele elmenni, 120-at, aki hozta. Vegyük le, mert bazd meg, ez lehet, hogy beletolja a blokkba. Na, szóval az a lényege, előfékbetétet cseréltünk, itt a hátsó, itt fölhívom a gazdájának a figyelmét, itt most láncot kicseréltünk, tisztán látszik a vadonatúj lánc. Kommentár nélkül. Szép az a fácsa. A gumik viszont jók rajta. Tehát azt mondom, meg lehet ezt menteni, érted? De, mint sokszor mondom, ennyi energiát, ennyi pénzt beleölni, érted? Nem lenne egyszerűbb venni, bazd meg, érted, egy 600-ast? Várjál, de ott folyik a benzin, bazd. El van zárva a csapat. És akkor hogy folyik? Hát úgy.
Viszont ilyen karburátorom soron van. Ez a fajta van, úgyhogy ehhez tudsz lesz. Na, ez már egy örömhír. Nem tudom, hogy hogy van, mert ebbe nem ilyen van, hanem ebbe egy membrános van ebbe is. De mivel egy katalógus sincs róla, és viszont a légszűrő leszorító csavar az nagyon jó. Tehát valószínű, mert ezt most vették, vagy nem tudom, hogy került hozzájuk, de ők úgy vannak vele, hogy hát meg akarják menteni, mert nagyon fickós a srác. Ez például egy Hondáé, ez biztos. De azt is mutasd meg, hogy van benne a kar. Bazmi. Igen, mert fék, a fék az izé volt, most már jó a fék, most, hogy már megcsináltuk. Ugye, le lett benne cserélve olaj, minden szészar. Úgyhogy most fog, mert amikor ide jött, akkor nem volt olyan igazi. Na mi van, folyik az a szar? Te ne engedd már ki, bazmi, tehát 700 forint literje. Tegyél bele egy dugót. Szóval vannak itt érdekességek ezen a motoron. Én azt mondom neked, nem az a probléma, mert lehet, na, hagyjuk, fölösleges. Majd jön a következő videó, hogy hol tartunk.